ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig ünnepélyesen megnyitjuk a mai Vekkert. Jó reggelt még egyszer. Hello, jó reggelt. Március 22-e, szerda van, itt van Pincés Marian. És Balogh István Vilmos. Hát akkor induljunk, jó? Jöhetnek az első ébresztések. Ma is kérünk valamit cserébe az ébresztésért? Kérünk valamit, de kezd velem, mert egy icipicit még álmos vagyok. Akkor először is mindenki ébreszte fel Marcsit, jó? Utána jöhet a saját személyes ébresztés mindenkitől, ahogy szoktuk. 0620 95 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
Egy újabb óra. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Debrecen Rádió. Emberek, jó reggelt! Ez volt az Emberek és a 100 út itt a Debrecen Rádióban. Hello, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Mindenkinek megkezdtük a mai Vekkert. 2017. március 22-e szerda van, 4 perc múlva már 7:15 lesz. Derült az égbolt, tulajdonképpen már süt a nap, csiripelnek a madarak. És már madarak. Most milyen jó idő van. Kellemes idő van. Hát kérem szépen itt a Kánaán most már. Én már vetkőzök. És hány fokot ígértek már? 21-22 fokot ígértek. De jobban érdekel az, hogy vetkőzöl, mint az, hogy hány fok lesz. Az úgyis felforrósítja majd itt a levegőt. Most lett annyira melegem, hogy úgy gondoltam, kedves hogy lekább. Kedves Marci levette a kötött pulóverét, és jelenleg egy újatlan virágmintás tavaszi. Egy kis tavaszi, felsőben, így van, tavaszi felső. Velem szemben. Vettem fel. És most ebben mi a hírérték? Az, hogy ebben az outfitben fogja most nekünk elmondani az első közlekedési híreket. Hallgassuk. Mondom az első trafi infót, jó? Hajdunáláson a Baross utcán mérnek, ezt jelezték a hallgatóink. Ezen kívül a Szotyori utca, Tas és Halastó utca közötti szakaszán ideiglenes sebességkorlátozásra számítsanak. Jó utat mindenkinek! A közlekedési hírek támogatója a Tokaji Kertészet. A minőségi virágok értékesítője. És jönnek a jó reggeltek, az ébresztések, és téged is ébresztenek, mert hogy mondod, hogy nagyon álmosan kezdődött neked a napod. Igen, sokáig voltam a moziban tegnap. Azt mondja. Ó, kincsem? Kincsem. Ó, na majd megbeszéljük, jó? Oké. Okay. A lófilm volt? Érted, jó film volt? Zseniális. Előjáróban ennyit mondj. Erzsébet írja nekünk, jó reggelt, jó Vekkert, és küldött nekünk egy képet, amin van egy kakas. Miért nézi a kakas az Miért néz a kakas az ég felé, amikor kukorékol? Hálát ad az Istennek, hogy ennyi nője van, anyós meg egy sem. És neked pedig küldött egy képet, Marci, gondolj erre, szerinted igaz? És van rajta egy öreg bácsi, aki azt kérdezi, hogy a nők azért isznak kevesebbet, mert minden férfi szép. Igaz, azt üzeni, hogy igaz, igen. Vili, csak te vagy szép, zárja az üzenetét nekünk. Erzsébet, köszönjük szépen. Vili szép, ezt tudjuk, igen. Aztán jó reggelt nektek, Marcsikám ébresztő, kész a reggeli lecsód. Mármint, ha megcsinálod, meg ha Vilinek is adsz belőle, írja nekünk Tibi. Tibi, neked is jó reggelt. Hozott már erre egy picit, Tibi, hogyha már ezt mondod nekem. Ne, hát neked kell megcsinálnod, azt írja pont. Hogy azt fog téged felébreszteni, hogy a kaját csinálsz nekem. Csihossz itt tüzet gyorsan a stúdióban. Hát, hogyha ezen múlik, megoldjuk. Jó reggelt Debrecenből, az Árpád térről, Gábor írja nekünk. Szép jó reggelt neked is, kedves Marci. Hello, szia Gábor. Téged. Gábor, jó reggelt neked is. Aztán Gergely Adinak kérnék egy jó nagy ébresztőt, és sok sikert neki a mai vizsgához. Nagyon büszkék vagyunk rá, és ne feledje, a győzelemre ragasztott árcédulán az áll, kitartás, Anya és Szabika és Vicus. Hát akkor jó reggelt, neked is, és sok sikert. Ez milyen szép, a győzelemre ragasztott árcédulán az áll, kitartás. Ezt jegyezzük meg, ezt tanuljuk meg ma reggel. Felírom, ezt az idézetet. Jó? De ez jó, ez tényleg tetszik. De tényleg, tényleg. Nem szeretem az ilyen motivációs dumákat, mert általában nagyon sablonosak, de ez jó. A győzelemre ragasztott árcédulán, az áll, kitartás. Nagyon jó, már megérte felkelni. Sziasztok, Kati vagyok Sáránról, szeretnék ébresztőt küldeni Jocónak, Derecskére. Üzenem neki, hogy szeretem és hiányzik, nagyon vigyázzon magára, alig várom a hétvégét, hogy együtt lehessünk. Hát akkor Jocó, jó reggelt neked is, ébresztő. Jó reggelt Marci és Vili, jó munkát és szép napot nektek. Léci, küldjetek egy ébresztőt Újlétának. Köszi, írja nekünk Mónika, és egy hát habos kávés képet is küldött. Újléta, ébresztő. Sziasztok, jó reggelt, jó Vekkert nektek is. Marika írja, jó Vekkert, jó reggelt mindenkinek, aki hallgat titeket, meg azoknak is, akik nem. Jó reggelt akkor jó mindenkinek. Reggelt. És még egy üzenet. Jó reggelt, jó Vekkert, Vili és Marci. Milák Anitának vásáros naményba egy olyan jó reggeltet szeretnék rendelni, hogy még a tűzoltóság is a háza előtt álljon meg. Marcinak pedig ezt küldöm, és küldött kávés ikonokat. Köszönöm, köszönöm Ákos. Köszönöm, lassan ez következik egyébként. Akkor Anitának vásáros namény kellős közepén jó reggelt, és Ákosnál álljunk meg egy pillanatra. Na, most. Én is meg akartam, csak én szerintem más miatt, mint te. Nem tudom, hogy mire gondolsz.
Ákos itt van velünk minden reggel. Igen. Nagyon lelkesen ír nekünk, hozzászól a témákhoz, rendeli az ébresztéseket, tehát a törzs hallgatónak nevezhetjük, nélkül el se indul soha reggel. Szerintem mind a kettőnket bejelölt a Facebookon, és ismerősök vagyunk, igen. És tegnap kitett egy baromi hosszú posztot, ami arról szól tulajdonképpen, hogy ő és a barátai miért hallgatnak bennünket, miért onnan Szabolcs megyéből miért bennünket hallgatnak, hogy eddig milyen rádiókat hallgattak. És ezt nem olvastam. Hát mert moziban voltál valószínűleg, ezt este felé olvastam. És komolyan mondom, hogy elképedtem, hogy ennyit jelentünk tulajdonképpen embereknek. Majd olvasd el, tényleg nagyon hosszú. És, hát most már nagyon kíváncsi váltál. És érdekes, és komolyan mondom, hogy majd hogy meghatódtam rajta, hogy mennyit jelent nekik az, hogy a barátaival hallják a nevüket. Már még nem olvastam, reggel, és, de nagyon szépen köszönjük előre, és nagyon kedves ezt tőled. Tesszük ezek szerint a napjaikat, úgyhogy Ákos, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és maradj velünk továbbra, és egy tapsot küldök most neked így ébresztőként. Nagyon jó ilyen élményeket visszakapni a hallgatóktól. Már libabőrös lettem egyébként, de még úgy, hogy mondom, nem olvastam egyébként magát a posztot. Vetkőz Marci, ki a Facebookra vele, ki írja. De várható volt. Hát sajnálattal közlöm, hogy nincs itt kamera a stúdióban. Dehogy nem, hát itt a telefonom. Ebben most csak látnátok, amit én látok? Egy kis élvezetet. Jól van. Na, akkor aki még szeretne ébresztést rendelni tőlünk, az nyugodtan megteheti. 0620 95 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
egyébként. Abszolút. Na, kíváncsi, várom, hogy mit mondasz rá. Előtte egy másik Kincs, Pitbull és Kesa és a Timber. Hallgatni jó. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker. Jó reggelt és hello, jó Vekkert jó mindenkinek, ébresztő. Kapjuk mi is az ébresztéseket. Szia, jó reggelt nektek, de a legjobbat a kedves műsorvezetőnek, Marcsinak. Jó reggelt. Szeretnék ébresztést kérni Sárándra Katinak. Köszönöm. Üzenem neki, hogy szeretem és várom nagyon a hétvégét. Megyek melózni, jaj és puszilom, köszike Jocó Derecskéről. Tehát Jocó Derecskéről Kati elé helyezett téged az SMS-ben. De nem, csak az, nem csak azért, mert kiemelted, hogy most egy picit fáradtabb vagyok a szokásosnál, de egyébként nyilván az üzenet Katinak szólt. Hát jó, remélem, hogy aztán egy dühös Kati várjon itt téged a kijáratnál. Nem, de Kati semmi értelme. 9 órakor, amikor mész hazafelé. Semmi értelme dühöngeni, úgyhogy te meg itt ne szítsd a tüzet. Ennyit tesz, hogy levetted a pulóveredet. Jocó már is beléd szerelmes. Ezt csak te látod, és te sem láthatsz semmit, azon kívül, hogy egy virágos kis tavaszi felső van rajta. Aj, de milyen, ami az időjárásnak megfelelő. De milyen. Na, jó reggelt mindenkinek, lehet még tőlünk ébresztéseket rendelni, természetesen 0620 95 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
illetve egy jó filmet egy tegnap filmet este. Egy jó filmet láttam. Hát szerintem mindenkinek meg kell nézni a Kincsemet. Szerintem zseniális volt. Igazából volt benne minden. Dráma, kaland, erotika. Igen? Igen. Igen. Volt egy picit ilyen Rómeós-Júlia történetre hajozott, egyébként tudod, ez a lehetetlen szerelem. És szerintem egyébként minden magyarnak volt egy... Valaki beleszeretett a lóba? Ez is lehet egyfajta lehetetlen szerelem. Csak azért, mert azt már Csicsolina előtte a 80-as években. Igen, tehát tudom. Már... De szerintem egyébként a moziteremben mindenki szerelmes volt a lóba. Tehát mindenki tudta, hogy az adott futamot meg fogja nyerni. Ugye ez köztudott, hogy 54-ből 54 futamot ő megnyert a valóságban is. De izzadt a tenyerünk, néztünk egymásra, és szurkoltunk neki, hogy gyerünk Kincsem, menj, hajrá. Szóval szerintem zseniális. A magyarság tudatot abszolút azt gondolom, hogy felerősíti. Egyként szurkoltunk neki. Én megmondom őszintén, tehát ha van valami, ami engem nem hoz tűzbe, akkor az egy 19. században játszódó kosztümös romantikus kalandfilm, ami lóról szól. Tehát igen. Nekem ebben benne van, ami engem nem érdekel. Nem csak a lóról szól, nyilván, sőt egyébként nem a lóról szól. Tehát ugye nyilván a 48-49 szabadságharc leverése után indul a történet, de mégsem ezt a kegyetlen korszakot akarja bemutatni, hanem sokkal könnyedebb, lazább, nagyon jó humorral van megfűszerezve, szóval nekem nagyon egyben volt. Hát ezt a gentry világot mutatja be, nem? Ami, igen, de a színészi játék is nagyon jó benne. Egyébként annyira hatás alatt voltam, képzeld el, hogy azt álmodtam, hogy az istállóban tűzütött ki, és én mentettem a lovakat és a teheneket, és oda mentem, és aki ki volt kötve, vagy mi, hogy mondjuk azt? Mire gondolsz? Hát a lovak az istállóban. Igen, ki vannak kötve, gondolom, hát, így igen, mondják. Csak kicsit olyan morbidnak hangzik ez, hogy ki vannak kötve, és hogy vágtam el a köteleket, és mondom, nagyon-nagyon hatás alatt voltam, hát, még ezzel is álmodtam. Hát én, amikor jöttél befelé, hallom, mondom, mi ez a nyerítés? Ja, mondom, ilyen Marcsi. Azt hallottam, ilyen patkó kopogását. Nem estem a ló másik oldalára. Mi történt itt?
Mondom, tehát megmondom őszintén, hogy engem nem hoz különösebben tűzbe, de nyilván meg fogom nézni én is, mert annyira minden erről szól most, hogy ezt most illik ismerni ezt a filmet egész egyszerűen. Igen, tegnap ugye az illemszabályokról beszélgettem. Én azt gondolom, hogy ezt tényleg minden magyarnak meg kell néznie. Hát meg ugye itt a költségvetése a filmnek az kavart nagy hullámokat, tehát 3 milliárd forintból készült a film, ez olyan 10 millió dollárnak felel meg, ami egyébként valójában nemzetközi mércével mérve semmi. De nekünk milyen nagy szó? Nekünk meg minden idők legnagyobb magyar filmje. Hát a Titanicot 294 millió dollárból forgatták, tehát a 29-szeresében, majdnem 30-szorosából. Az Avatar 261 millió dollár, tehát az 26-szoros költségvetésből készült. Tehát ez a 3 milliárd forint mondjuk Hollywoodban például kimondottan kis költségvetésű filmnek számít. Hát igen, mégis a valaha készült legdrágább magyar filmről. 3 millió nézőnél térülne meg. Azt mondják, hogy a 3 millió nem lennék. Pont olvastam egyébként, hogy a hétvégén 100 millió forintot hozott most be. Akkor már csak 2 milliárd. Akkor már csak 2 milliárd. Igen, 900 milliót kell összegyűjteni. Nem tudom, nekem Herendi Gábor amúgy is olyan ellentmondásos rendező, mert mondjuk rendezett egy valami Amerikát, ami tényleg nagyon jó, de rendezett meg egy magyar vándort is, ami viszont hát szerintem minden idők 10 legrosszabb magyar filmje között van. Neked is van ilyen napod, meg neked meg van olyan napod is. De akkor azt mondtad, hogy most ez jó napján forgatta ezt a kincset. Hát ugye mi hárman néztük meg, mind a hármunknak nagyon-nagyon tetszett, és egyébként ahogy jöttünk ki a moziból, ott hallottam ugye a zúgó tömegből is jöttek olyan szavak, hogy nagyon jó, de jó volt, de jó, megnézem még egyszer. Ilyeneket hallottam. Akkor most tudom, hogy miért. Pedig olyankor még tényleg olyan őszintén jön ki az emberekből az, hogy mit éreztek, nem? Tehát szoktad azt hallani, nem, tehát most itt nem hallottad. Általában ilyen egyszavas kritikákat szokott az ember olyankor hallani. Igen. Ez volt, vagy igen, jó volt. Igen, és most így egybehangzóan mindenki ezt. Ezért van most lófarokban a hajad ma reggel. Igen. Jó. Na, hát akkor ló reggelt mindenkinek. Ez itt a Vekker, jön Dobónik a friss hírekkel, aztán pedig itt van Rúzsa Magdi és a Jell. Lájtos kis ébresztő Stinktől. Jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert. Március 22-e szerda van, megkezdtük a mai napot is. A meteorológusok szerint 20-21 fok lesz ma. Csapadék itt a környékünkön nem valószínű. Jön egyébként sajnos egy front. A nyugati ország részre esős időt ígérnek, ez majd inkább holnap ér el bennünket, úgyhogy ma még mindenki gyűjtsön magába annyi napsütést, amennyit csak tud. Ne gyűjtsünk viszont büntetéseket az utakon. Bizony, mert valaki már az utakon van. Éva azt írja nekünk, hogy jó Vekkert, a Sári Majornál trafi van. Köszönjük szépen, jó utat. Tehát akkor a Négyesenebesnél ma reggel is mérnek a rendőrök. Aztán még ébresztések, sziasztok! Szeretnék a feleségemnek, Harangini Komódi Beátának nagyon sok boldog névnapot kívánni, és persze egy hatalmas jó reggel, tehát üdv István. Hát akkor Bea, istenéletesen téged boldog névnapot, plusz jó reggel. Napot kívánunk. István üdvözöl téged, illetve figyelj, ez neked szól, sziasztok, Kati vagyok Sárendről. Marci, neked üzenem, nem fogok dühöngeni, semmi baj nincs, de ezt olvassátok be. Jó szónak üzenem, imádom, köszönöm üzenet. Jaj, de örülök nektek, tündérek vagytok. Hát de ha én valakit meg akarnék várni a kijáratnál, akkor én is azt üzeném neki, hogy nyugodtan gyere, nem lesz semmi baj. Nem hiszem, hogy Kati ilyen típusú lány. Hát majd meglátjuk, hogy mi történik itt 9-kor, amikor mész kifelé. Olyan 9 óra 5 perc körül szokták kilépni, csak úgy mondom Katinak. Akkor el lehet kapni. Szeretnél engem ilyen lila és zöld foltokban? Holnap lenne miről beszélnünk, ne viccelj. Jó. Na, hát most ugye arról beszélünk, hogy itt hogy támadhatna meg téged egy idegen, de beszéljünk egy kicsit arról is, hogy az ember milyen váratlan helyekről számíthat segítségre. Mert egy nagyon különös dolgot írt meg az egyik bulvárlap, amikor két idegen próbált egymásnak segíteni. Budapesten történt. Nem tudom, hogy ki olvasta, megjelent sok helyen. Noémi és Gergely ügyéről van szó. A következő történt, Gergely a tilosban parkolt, vagy nem vett parkolójegyet valahol Budapest valamelyik utcájában, és a éles szemű és fürge parkolőr egyből ott termett, és éppen elkezdte a Mikulás csomagot megírni Gergelynek, és rátette a szélvedőjére. Noémi pont arra sétált, meglátta, hogy mi jött történik. Jött az angyal a szárnyakkal. Igen, meglátta, hogy mi történik. Villám gyorsan vett egy parkolójegyet Gergely autójára, mert ugye van 5 perc türelmi idő a csekk kiállítása és a parkolójegy ilyen szereplő idő között. Gyorsan vett egyet, odabigyeztette az autóra, és ezzel megmentette Gergelyt a büntetéstől. De rendben. Aztán valahogy kalandosan megtalálták egymást, Gergely elhívta Noémit vacsorázni. Ki gondolta volna? És hát ugye egy romantikus kalandfilm kellős közepén találtuk magunkat hirtelen. Volt ebben valami hátsó szándéka Noéminak? Hát ő csak egy autót látott, meg egy parkolóért. Tehát maximum a parkolóért. Hát hogyha egy jó drága autó volt, mondjuk. Nem, hiszem egyébként. Nem.
nem? Tehát egyébként nem is ismerték egymást. Nem ismerték egymást, ő csak pont arra járt, azt látta, hogy a parkoló. És Gergelyt semmiképpen nem láthatta? Nem, hát ő nem volt ott. Ő elfejtett parkolóért venni, ott hagyta hát az akkor, autót. Akkor hátsó szándék kizárva, akkor úgy rendes. Csak gondolta, hogy valakit éppen megbírságolnak, akkor őt kihúzza a csávából, gyorsan vett egy parkolójegyet, és akkor így nem kellett büntetést fizetnie. És akkor a Gergő hogy szerzett róla tudomást? Hát kimentette meg az életét. Remélem, még időben láttam, hogy megbüntettek, vettem gyorsan egy jegyet, szép napot, Noémi. Ezt az üzenetet hagyta ott neki az autón, és akkor valahogy ez alapján megtalálták egymást. Aha. És akkor azóta öröm, boldogság. Love is in the air van. Már azóta párt is alkotnak? Hát ezt így nincs leírva így konkrétan a cikkben, de hát nézd meg ezt a képet, amit ide kitettek róluk, hát itt elég vidáman ölelgetik egymást, mosolyognak a kamerába, tehát valószínű, hogy de én pont ezért feltételeztem a hátsó szándékot, mert nagyon jól mutat a kis pároska. Ja, hát mindegy, hát, és akkor mi van? Tehát a történeten akkor sem változtat tulajdonképpen. Akkor is azért. Nincs, csak még szabad történet, hogyha tényleg önzetlenül segít. Hogy vannak még ilyen emberek, akik csak úgy segítenek idegeneken. Neked volt már ilyen sztori, hogy egy idegen őrangyal egyszer csak megjelent, és kihúzott a bajból? Hát gondolkoznom kell. Hát nem minden nap történik velem ilyen, azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy volt, de ezen azért el kell gondolkoznom. Nekem hirtelen kettő is eszembe jutott. Ez egyik egy pár évvel ezelőtt történt, a másik meg egy pár héttel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt mentem autóval a Rakovszki utcán, még erre is emlékszem, szakadt az eső, brutál idő volt, és ki volt centízva a benzinem, hogy éppen hogy elérek a benzinkútig, nem értem el a benzinkútig. A piros lámpánál álltam, és onnan már nem tudtam elindulni, és ráadásul délután csúcsforgalom, szakadó eső, én meg ott állok a belső sáv kellős közepén, sehova nem tudok mozdulni. Kipattantam a kocsiból, hogy nem tudom, letolom az autót valahova, vagy valamit csinálok vele. Abban a pillanatban megállt mellettem egy másik autó, kinézett egy fickó, annyit kérdezett, hogy honnan tudta, fogalmam nincs, kinézett az ablakon, annyit kérdezett, hogy benzin? Mondom, igen, az kellene. Kipattant a kocsiból, a kezembe nyomott egy benzines kannát, és elhúzott. És soha többé nem láttam. A benzines kannát is megvan azóta is. Ott hagyott egy 3 liter benzinnel, amivel aztán el tudtam gurulni az első benzinkútig. A másik meg egy pár héttel ezelőtt történt. Pár ilyen benzinárak mellett, hát ne viccelje. A másik meg egy pár héttel ezelőtt történt, ugye én elég sokat dolgozok DJ-ként is az éjszakában, és ment a buli, már úgy éppen kezdett beindulni, jó volt a hangulat, a néjfél után voltunk olyan 00:30 körül, megállt a DJ pult előtt egy srác, nem tudom ki volt az. Ott állt, oda köszönt nekem, hogy hello. Abban a pillanatban jött egy áramszünet. Tök sötét. Milyen képességei vannak ennek a srácnak? Tök sötét, tök csend. Én meg ott álltam meglőve. Azt sem tudtam, hogy hova nyúljak. A villanyszereléshez nem nagyon értek. Meg hát ugye nem hagyhattam ott a sötétben a pultot se, elmozdulni se tudtam. Erre a srác odapattant, azt mondta, hogy vigyázz, én villanyszerelő vagyok. Ott volt mögöttem a villanyszekrény. Kinyitotta, valamit piszkált, biztosíték, ez az amaz. Ott megpatkolta, még nem tudom, talán még valami szerszám is volt nála. 5 perc múlva visszajött az áram. Amikor földgyulladtak a fények, ő már nem volt ott. És egész éjszaka nem láttam utána. Még csak meg csak ezért köszönni. Jött, ő csak ezért jött, hogy ott hirtelen rendbe tegye nekem azt a mindenit. A helyzetet. Az első sztorival kapcsolatban jutott nekem eszembe, csak nekem nem ilyen lesz a végkimenetele. Egyszer egy buszmegállóban álltam, fedetlen volt. És nagyon-nagyon szakadt az eső, és körülöttem mindenkinek volt esernyője, csak nekem nem. És szerinted hányan mondták azt, hogy na, gyere, állj alá. Tehát senki. Hát és nem utána... ebben a virágos felsőben voltam. De utána gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy nem is életszerű, hogy egy idegen odaálljon, és akkor így fölém tartsa a kis esernyőjét. Hát ez de, a baj, hogy nem életszerű. Szakadt az eső, érted is? Már csurom víz voltam, és senki, tehát nem tudom, legalább 10 ember ott állt körülöttem. Senki annyit nem mondott, hogy gyere, állj alá, osszuk hát... meg az ernyőt. De egyébként te felajánlanál egy idegennek? Amikor csuron víz már szerencsét? Hát, ha ilyen virágos felsőben van. Jaj, hogy nem tudsz túlélni ezen a virágos felsőben. Akkor is, levegyem, még akkor is, hogy... Többen nagyon sokan drukkolnak ezzel itt SMS-ben. Még akkor is felajánlanám, ha nem esne az eső. De kérdezzük meg a hallgatóinkat, hát ha nekik is vannak mert hasonló én történeteik. Tehát én ezt nem tudnám végignézni. Én fordított esetben biztos, hogy ha ott állna mellettem valaki szerencsétlen csuron víz és szakad az eső, még ha nem is ismerem, teljesen mindegy, férfi, nő, idősebb, fiatalabb, biztos, hogy oda megyek. És maximum azt mondja, nem köszönöm. Mert esetleg, nem köszönöm, szeretek ázni. Nem az, de hát vannak olyan emberek, akik nem szeretik, hogyha nagyon az intim szférájukba mászol, és azért egy ernyő alatt igazán belemászol a másik intim szférájába. De hogy én biztos, hogy felajánlottam volna. Na hát, ha vannak a hallgatóinknak is hasonló történeteik, amikor bajba kerültek, és aztán jött egy űrangyal, egy idegen, aki
segített, jó? Kíváncsi vagyok, hogy ki várjuk mit tud erre írni. Várjuk az angyalokat szárnyakkal. 0620-95-95-95 az SMS és Viber számunk, tehát 20-95-95-395. Ja, és közben horoszkóp. Mit üzennek ma a csillagok? Én pedig azt mondom, jó reggelt és jó vekkert mindenkinek, ez itt a Debrecen Rádió napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. Hello, jó reggelt mindenkinek. 4 perc múlva 7 óra lesz, a hallgatóink már nagyon pörögnek, jönnek folyamatosan a közlekedési infók. Haló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Galaxis Gabi vagyok, csak jelezném, hogy az M35-ösön a 8-as kilométerkőnél van egy trafipax, a Budapest felé haladókat mérik. Köszönjük szépen, tehát akkor az M35-ösön trafipax veszély. Köszönjük, illetve a 47-esen Berettyóújfalu és Derecske között, a 42-esen pedig Püspökladány és Földes között is mérnek. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedést kívánok. Köszönjük, 0620-95-95-395, ide lehet írni, vagy a bátrabbak hívhatnak és az élőadásba is beleszólhatnak. 95-95-95 a forró drótunk. Kaptunk egy-két történetet, váratlan helyről érkezett segítségről, jó tündérekről az utcán, meg egyéb helyeken. És kis angyalokról. Megnézzük ezeket nem sokára. De most itt a hírek ideje, úgyhogy jön Dobó Niki, aztán pedig szia, itt lesz szia, és a Never Give Up. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker, március 22-én szerdán. Jó reggelt, jó Vekkert jó reggelt mindenkinek, Pincé és Marianna. És Balog István Vilmos itt a stúdióban. Van egy-két történetünk váratlan helyről érkezett segítségről, mindjárt megnézzük, hogy miket írtak a hallgatóink, illetve mit tudsz te a német képregényekről? Hát nem sok mindent, megmondom őszintén. Ezekről is tanulunk ma reggel, jó? Most viszont szia, és a Never Give Up, jó reggelt! Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió, 5 perc múlva 4-8, a mai Vekker kellős közepén vagyunk. Jó reggelt! Szép jó reggelt mindenkinek! Derűs időnk lesz, sok napsütéssel, úgynevezett tavasszal, igen, 20-21 fok körül lesz a hőmérséklet mai csúcsértéke. Megismételni, annyira jó hallani. 20-21 fok. Azt a mindenit. Holnap viszont sajnos elérnek bennünket a felhők, és holnap már borongósabb időnk lesz. De arról majd beszámolunk holnap, most egyelőre élvezzük a gyönyörű. Most örüljünk a napsütésnek. Azt írja nekünk Attila, hogy Derecske és Berettyóújfalu között ő már nem látott trafipaxot. Köszönjük, hogy szóltál nekünk. Köszönjük. Aztán hallgatunk a vonal végén, ember a vízben. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, én be szeretném jelenteni, hogy a háromlábút most állítják föl vagy a Buskai kert és Hadház között jobb oldalon, ha Nyíregyháza felé megyünk. Köszönjük, tehát akkor a 4-esen Bocskai kert és Hadház között trafi, illetve... Ezt is köszönjük. Tehát akkor most már ketten is megerősítették nekünk, hogy a 4-esen Bocskai kert és Hadház között most kezd dolgozni a trafi. Szorgosan dolgoznak a trafik, úgyhogy büntetésmentes napot kívánunk mindenkinek. A közlekedési hírek támogatója a Tokai Kertészet. A minőségi virágok értékesítője. Néhány SMS. Szia Marci, nem olyan Kati, hogy ott legyen a rádió előtt, nem lesz semmi baj. Amúgy meg nem verekedős. További szép napot nektek. Mondd be, köszi, ott Szúderecskéről. Nem is én voltam az, aki ezt feltételeztem. Hogy újjal nem utogassak? A Kati nem olyan verekedős, ő inkább az a légpuskás típus. Úgy készülj. Aztán... Vagy csörtett tányérral és fakadállal, nem? Vagy vudubabákat. Vudubabákat szurkál. Köszönjük, hogy az üzenetet. No, hát és jönnek itt az üzenetek. Váratlan helyről érkezett segítségről, meg arról, hogy hogyan figyelünk oda egy kicsit egymásra, mert volt itt egy szép sztori, ami bejárta most a bulvár sajtót. Egy hölgy megmentett egy parkolási bírságtól egy fiatal jóképű urat, úgyhogy gyorsan elszaladt és vett az ő nevében egy parkoló cédulát, megúszta a büntetést, és hát nagyon sejtelmesen fogalmaznak a cikkek, de hát úgy tűnik, hogy egymásra is találtak, úgyhogy tényleg igazi happy end a történet. A hallgatóink is küldtek nekünk ilyen sztorikat, amikor váratlan helyről, ismeretlenektől kaptak segítséget. Nézzék, és annyira örülök, hogy nézzek, mennyi üzenet jött. Hát, pedig én azt hittem, hogy ilyen történetek nem nagyon vannak csak a mesében, de ezek szerint nem mégiscsak, igaz, nem igaz. Mégiscsak én odafigyelünk én még egyébként egymásra. Örök optimista vagyok, és nagyon örülök egyébként ennek az SMS számnak. Na nézzük. Nézzünk egyet-kettőt, jó? Kisgyermekkel az egyik bevásárlóközpont parkolójában a lemerült aksi fogságában maradtam. Többen segítettek betolni, nem sikerült. Kb. 5 ember volt az okos, aki azt mondta, hogy nem lehet csak bebikázni. Valaki odaállt az autójával, megvárta, míg bikakábelt vettem a boltban, nem ment el, míg be nem indult az én autóm.
nagyon hálás vagyok neki, azóta is Marikától kaptuk ezt a történetet. Így én is jártam már egyébként, és jó, hogy Marika eszembe jutotta. Nekem is idegenek segítettek, és mennyire jól esett. Valahogy az utakon, mint a segítőkészebbek lennénk. Mert tehát, mindenki jár így, nem? Tehát ugye ez a lemerült aksi, ez annyira tipikus érdekes, történet. Hogy, vagy hogy, a kerékcsere. Hogy még ha látsz az utcán egy lerobbant... Kifogy a benzin, mint ahogy te is mondtad. Ha látsz az utcán egy lerobbant autót, szerintem hamarabb megállsz, és megkérdezed, hogy tudsz-e segíteni, mint ha látsz az utcán egy fekvő embert. Hát azért ez elég morbid, nem hiszem. Dehogy nem. Nem szaladsz oda egy fekvő ember. Nem tudom, inkább esetleg nem mehetsz neki segíteni. Mert mész tovább, és azt mondja, ó, csak egy részeg, és mész tovább. Hát azért... Nagyon sokan így vagyunk szerintem, az esetek többségében. Legyünk őszinték. Nem nézel rá, mert azt gondolod, hogy... Az ember azt gondolja, jó, már megint valami részeg itt fekszik az utcán, nem? Az útszélén viszont megállsz, hogyha látsz valakit lerobbant autóval. Nem tudom. Az egy másik kérdés, hogy nem biztos, hogy hozzám mennék nyúlni. Hát az megint egy másik kérdés, igen, de tudsz de segítséget. A ment, így van, abszolút, így van a mentőt, azonnal. Aztán, kedves FM 95, én ősszel voltam segítőkész. A Kisrefi Pláza Párizsi udvar kereszteződésben álltam a lámpánál, kb. 30 ember társaságában. Egy nagy testű autó a kanyarodó sávban leállt, és... nem ment sehova. Szegény sofőrre dudáltak, és egyedül azt sem tudta, mit csináljon. Ez de kellemetlen, nem? Amikor feltartasz még 50 embert, vagy 30 embert. Ekkor én fehér kabátban, fehér cipőben odamentem, és segítettem letolni az autót. Az az arc, amikor hátranézett, hogy ki segít, mindent megért. És rajtam kívül senki nem jött oda. Számtalan férfi volt pedig ott. Felháborító néha az emberek viselkedése. Szép napot írja idézőjelben a végére azért. Nézd. Még. Dibabőr. Dibabőr. Szép történet, igen. Sziasztok! Egyszer a kutyusunk nagyon beteg volt, és egy gyógyszert kellett vennünk neki. A gyógyszerész azt mondta, hogy csak receptre adhatja ki. Mondtuk, hogy az állatorvos ezt nem mondta. Kérdezte, kinek kell? Mondtuk, kutyának. Azt mondta, ja, akkor kiadom. Egy pillanat múlva már fizettünk is. A jó szívű. A jó szívű, igen. Biztos, gyógyszerész története. Biztos kutyabarát volt. Tavaly volt velem az, hogy 5000 forintos büntetést kaptam a rendőröktől tiltott átkelés miatt. Úgy bepánikoltam, hogy egy lánnyal, akivel napi szinten beszéltem, és rendészet is diák egy baktaló rendházi középiskolában kisegített. Elmondta, hogy mennyi lesz a csekk, meg tartotta bennem a lelket. Ő is beletett a bírság árába, és én is. A kifizetés után elkezdtük jobban megismerni egymást, én is segítettem neki. Videót kellett készítenem neki, azt mondta, cserébe hoz sütit az anyukája munkahelyéről, de azóta is várom a sütit. Azért még azzal a sütivel az adósod ezek szerint. Milyen jó ilyen sztorikat olvasni, nem? Én nem tudom, ilyenkor olyan boldogság... Jönnek még? Jönnek igen, még. Olyan boldogság érzésem van. Kórházba vittem anyósomat. A kórház parkolójában parkoltam. Mire kijöttünk, egy cédula volt a szélvédőn. Időponttal, rendszámmal, telefonszámmal. Szemtanúja volt annak, hogy egy nem igazán úri hölgy beletolatott az autónk hátuljába. Azzal a lendülettel el is hajtott. Volt pedig csörömpölés rendesen. A segítséggel megtaláltuk, mindent beismert. Az igen. Írja valaki. Tehát én azt hittem, hogy kevés történetet fogunk ezzel kapcsolatban. Nem, én reménykedtem benne, hogy az emberek jók. Még aztán hogyha te nem is azt gondolod. Józsi írja nekünk, sok-sok évvel ezelőtt egy másik rádió reggeli műsorában lerobbant az autónk Horvátországba menet a Balaton partján hajnali 6-kor. Hívtam a rádiót, ők bemondták, hogy nagy bajban vagyunk, és perceken belül jött is a segítség. Nagyon jó volt. Üdv Józsi. De jó. Tök jó, hogy a rádiónak ekkora ereje van. Hát sok emberhez eljut, és nagyon hamar jön a segítség. Viszont furta előtt, az első lehajtó után most pakolnak ki a rendőrök. Ez egy másik téma, ebben a pillanatban írta nekünk Attila. De azért ezt is köszönjük szépen. Jó, hát én megmondom őszintén, én egy kicsit szkeptikus voltam, hogy kapunk-e ilyen történeteket. Én egy kicsit meg tudnám törni a sort. Nagyon örülök, hogy nem volt igazam. Elmondhatom az én sztorimat? Majd visszajövünk vele. Visszajövünk nem sokára, jó? Ez itt a Vekker, jó reggelt mindenkinek. 95 MHz, Debrecen Rádió. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig ma is itt a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert jó reggelt, mindenkinek. Jó reggelt. Március 22-e, szerda van, itt van velünk Dobóniki is. Hello, jó reggelt neked is, jönnek már is a 7:30-as hírek, és most már egy teljes virágos kert körülöttem, mind a ketten tavaszi virágos felsőben. Tényleg én is, igen. Csak Marci fekete alapon, én pedig fehér alapon. Hát ez sok mindent el is árul rólatok, hogy egyik feketében, másik fehérben. Kaptunk még történeteket a hallgatóinktól, váratlan helyről jött segítségről, amikor idegenek segítettek a hallgatóinknak az utcán például. Írja valaki, többször akartak több pénzt visszaadni nekem, mint amennyivel fizettem. Soha nem fogadtam el, mindig megköszönték. Ti elteszitek azt, hogyha rosszul nem, vissza? Nem, én is szólok azonnal, ha én is egyébként.
Én mindig megbánom utána. Én vagyok olyan gamba, hogy nem számolok utána, és esetleg véletlenül teszem el. Hát azt azért észreveszed, hogy mit tudom, egy 500-as helyet 25-esbe adott akkor vissza. Észreveszem, igen. Mondjuk, de akkor nem szólsz. Akkor pont nem szólsz. Mondjuk hát, én annyira megbízom a kasszásokban, hogy én is sokszor van, hogy nem számolom meg. Tehát abszolút elhiszem neki, hogy jól adott vissza. Én mindig szólok, és mindig megbánom utána, hogy mekkora hülye vagyok. Egy kis kötözködő vagy. Nem vagyok kötözködő, nem. De én szólok, hogyha rosszul ad vissza. Én hamarabb szólok akkor, hogyha többet ad vissza, mint a kevesebbet. Na, nyilván, hogyha nagyon sok pénzről van szó, akkor szólok, hogy bocsi, nem ennyi, hogy több járna vissza. De aztán mindig megbánom egyébként, hogy mekkora bamba vagyok, miért nem tettem el a pénzt, hát senki észre nem venni. Mindig csak leplezed a jó szívedet, és aztán úgyis kiderül. Igen, aztán egyszer orvosi rendelőben vártam két gyerekkel a karomon, legalább egy órát kellett volna várnom. Egyszer csak valaki a kezembe nyomott egy sorszámot, 2 perc múlva már bent voltunk a rendelőben, a mai napig nem tudom, hogy ki volt az. Azt hittem, a kezembe nyomott egy 3. gyereket. Ez nem biztos, hogy segítség lett volna. Lengyelországban voltunk salakmotor versenyen, a rendőr kézi radarral ennyit kaptunk. Hiányzik az SMS második fele, kedves hallgató. Elküldöd még egyszer, mert valamiért az nem érkezett, meg pedig kíváncsiak lennénk. Illetve jó reggel, trafi a 47-esen Derecskén és Berettyó Újfalú között, a tépei elágazás után az Újfalú felé érkezőket méri. Ez pedig Ádám írta nekünk. Hát ez már egy kicsit másik történet. Na nyilatkozz meg, Dobó Niki. Neked volt ilyen sztorid, amikor váratlan helyről kaptál segítséget? Hát most csak az jutott eszembe, hogy én utcán nagyon bamba tudok lenni, és volt, hogy rengeteg cucc volt nálam. Többek között egy mappa is, ami addig rendezgettem a cuccaimat, hogy nem vettem észre, hogy kicsúszott így a karom alól. És mentem tovább. Legalább pénz volt benne? Nem. Csak unalmas papírok. És... egy férfi jött utánam kiabálva, és nem tudtam, hogy mit akar, mert ugye nem vettem észre. Te meg rágyorsítottál, úristen, egy férfi utánam is kiabál. Majdnem, igen. És aztán mondom, olyan, mintha valami hiányos, olyan hiányérzetem lenne. És akkor hátranéztem, és ott lóbálta a mapát nekem, hogy jaj, ó, köszönöm szépen, majdnem elszaladtam. Kompromitáló adatok voltak még benne jó, legalább? Nem, de még jó, hogy nem sötétben történt, mert akkor biztos, hogy elszaladtam volna. De jó, és van még történet a hallgatóinktól. Amikor váratlan helyről kaptak segítséget, pedig mondom, én nagyon szkeptikus voltam, hogy írnak-e ilyen történeteket, vannak, történnek-e még ilyenek a mai világban. Pedig de sok ilyen van. Örülök, hogy azért még odafigyelünk egymásra, és segítőkészek vagyunk. Na, ha már az odafigyelésről van szó, akkor egy kicsit komolyabbra fordítva a szót. Tegnap is említettük egy félmondatban, hogy Győrben eltűnt egy rádiós kolléganő, akit azóta is nagy erőkkel keresnek, nem került még elő. Tegnap látták egyébként valahol, általában kicsit zavarodottan sétált az utcán. 8 óra után van ígéretünk a ottani keresőcsapat egyik vezetőjétől, önkéntesektől, hogy egy kicsit összefoglalják nekünk a helyzetet. Nyilván drukkolunk mi is, hogy előkerüljön a kolléganő még akkor. Talán csak... ez még egyébként, hogyha lehet benne jót keresni, akkor ez jó hír, hogy nem találták. Igen, tehát, hogy vannak biztató hírek. Igen. 8 óra után van ígéretünk arra, hogy a keresőcsapat vezetőjét lesz velünk és összefoglalja. Mégiscsak egy távoli kollégáról van szó, úgyhogy drukkolunk mi is, hogy gond nélkül előkerüljön. Igen, most viszont hírek, aztán pedig itt van Robin Schulz. Ez itt a Debrecen Rádió és a WEC. Jó reggelt és jó vekkert mindenkinek! Hello, jó reggelt mindenkinek! Március 22-e szerda van, 3-4-8 lesz, 4 perc múlva ébresztő, és hát lassanként jó munkát, meg jó sulit mindenkinek. Gyönyörűen süt a nap, és nagyjából ez lesz a mérvadó, így az egész napra 20-21 fokot ígértek mára. De jön egy hidegfront egyébként, ami holnap ér el majd bennünket, úgyhogy záporok, zivatarok holnap már előfordulhatnak. Tessék ma kihasználni a jó időt, mindenki gyűjtsön magába annyi napsütést, amennyit csak tud. Mi pedig gyűjtjük a közlekedési infókat. Azt írják a hallgatóink, hogy trafi van a 33-ason Balmazújváros felé. Köszönjük szépen. Illetve a 47-esen Berettyó Újfalú és Derecske között is láttak. Igen. Egy trafit óvatosan. Illetve úton folyó munkák miatt van egy kis torlódás a Hunyadi utcán. Ezt is köszönjük szépen mindenkinek, aki megírta. Az SMS és Viber számunk 0620 95 95 95, vagy lehet hívni is minket a 95-95-95-ös forró dróton. És ömlenek a történetek arról, amikor idegeneknek segítettünk, vagy idegenek segítettünk nekünk, idegenek segítettek nekünk, pedig én tényleg azt hittem, hogy jó, hát beszélgetünk erről egy kicsit, de nem nagyon. Igen, és miért? Mert mit hallasz állandóan, hogy óvakodj az idegentől, ne nyisd ki az ajtót az idegennek, ne fogadj el édességet a cukros bácsitól, nem? De igen. Tessék kinyitni az ajtót, és tessék elfogadni a segítséget. Ilyen történeteket hallunk, hogy az idegenek jönnek az éjszaka közepén, elvisznek az űrhajóra, ahol vizsgálják. Ja, vagy nem azokról az idegenekről beszélünk? Bocsánat, akkor egy kicsit félreértettem, hogy miről beszélünk. De nem, viccet félretéve, tényleg nagyon jó ezeket a történeteket olvasni, és
Hát le a kalappal mindenki előtt, aki veszi a fáradtságot arra, hogy segítsen idegenben, nem, mint mondjuk a saját rokonodba, aki nem veszi a fáradtságot, hát, jó, vannak ilyen, vagy ilyen van rossz napja, vagy bármi. Persze. Na, nézzük még egy-két történetet, jó? Jó reggelt nektek! A férjem háromszor veszítette el az autós táskáját bevásárlóközpontok parkolóiban. Mindig előkerült az összes irattal, pénzzel együtt, ami nagyon ritka. Azóta, ha vásárolni megyünk, a szlogen az, hogy az autótáska. Szerencsére vannak becsületes emberek is. Ezt Kláritól kaptuk. Hát akkor nem egy olyan rendezett a férje, akárcsak, mint hogyha magamat hallanám. Nem lehet, hogy nem tetszik neki az az autós táska is. És szándékosan hagyja el. Próbálja már elhagyni, csak valaki mindig visszahozza azt a nyomvatta autós táskát. Hát lehetséges, ezt is ki lehet olvasni a sorok közül. Aztán az előbb kaptunk egy félbe maradt SMS-t, ami nagyon izgalmasan kezdődött, csak valamiért nem érkezett meg az SMS másik fele. Hívjuk vissza gyorsan azt, aki azt küldte nekünk. A Salakmotor? Aha, valami lengyelországi történet, csak aztán nem érkezett meg, de reméljük, hogy felveszi. Már csöng a telefon. És akkor most már hallani is fogjuk. Igen, halló, szia, a Debrecen Rádiótól hívunk. Zavarhatunk egy pillanatra? Persze, mondja. Kaptunk tőled egy SMS, csak hiányzik a másik fele. Elmeséled nekünk, hogy miről volt szó? Lengyelországba mentünk, Salakmotor verseny, és a rendőr bemért 50-ös táblánál, pénzradarral, bemért 50-ös táblánál 70-nál. Erről beszélgettünk, azt elmondtam neki lengyelül, hogy legyen magyar két jó barát, együtt harcol is a iszlaborát. Megmondtam neki, hogy Patrik üveg a kedvenc, úgyhogy minden évtálló, még poénkodtunk ott egy kicsit, és végül megtudtuk egy szóbeli figyelmeztetést. Hogy van a szóbeli figyelmeztetés lengyelül? Hát nem tudom. Csak így mutatta, hogy büsz, megmondta, hogy mutatta az újra, hogy... Tehát akkor nem értettétek félre egymást, tényleg elengedett? Elengedett, persze, nem büntetendő szégül. Na, hát ez egy szerencsés történet. Oké, köszönjük. A keresztnevedet elárulod? Lati vagyok. Oké, köszi. És közben is kapjuk még a történeteket. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy végül lengyel-magyar együtt itt a borát tényleg. Igen. Sziasztok! Egy télen cipekedtem bevásárlás után, és egy fiatal lány segített a busz megállóig vinni a cuccot. Utána bulizni ment. Ezt Enikő írta nekünk. Miközben ment bulizni, odaugrott, segített egy kicsit cipekedni, és aztán ment tovább a dolgára. Aztán várjál. Van itt egy másik is. Sziasztok, egyszer a városunkban egy néni 20 000-est osztogatott a legforgalmasabb utcán. Miután elfogyott, jöttek a 10 000-esek. Hol volt ez? Azonnal mondd meg. Sokan elfogadták, sokan nem. Te tényleg elfogadnád? Hát nem tudom. Lehet, hogy kicsit zavarodott volt a hölgy, hát aki osztogatta. Nem hiszem, hogy elfogadnád egyébként szerintem. Atya úristen, először 20 000-eseket, aztán 10 000-eseket osztogatott. És miért csak utólag szól nekünk a kedves hallgató? Hát azért, mert szerintem egy akkor percig tartott a művelet. Ja, azonnal megrohanták. Hát egy kötek 20 000-essel nagyon könnyű barátokat szerezni az utcán. Hát én nem tudom, hogy mi volt a célja, hogy a barátszerzés vagy sem. Na várjál, a legdurvább történet szerintem, amit kaptunk. Apukám a második világháborúban kiesett nagymama hátizsákszerűségéből menekülés közben. Csecsemő volt. Egy német katona utána szaladt sűrű kiabálások között. Nagymama azt hitte, itt a vég, pedig csak visszaadta neki az apukámat. Jesszus úristen. Hú. Hát most megint tiszta liba bőr vagyok. Ez micsoda történet. Katától kaptuk. Köszönjük szépen. Köszönjük a TS időkben szépen. Kukoricát adtunk le. A kifizető hölgy elnézett egy nullát. Nagyon sok pénz lett volna. Szóltam, hogy ne csapja be magát. Azt válaszolta, hogy köszöni szépen, ki kellett volna fizetnie neki, de soha nem jött volna rá, hogy hol fizetett többet. Nem bántam meg, hogy szóltam neki. Hát igen, én is azt gondolom, hogy azért, hogyha észreveszük azt, hogy akár többet, akár kevesebbet kapunk, szerintem mind a két esetben szólni kell. Hát inkább akkor szólok a többet. Ha most én pár forinttal adósom marad a bolt, én azért nem szoktam különösen. Az aprót amúgy is ott hagyja az ember. Igen. Közben én ráírtam édesanyámra, mert vannak ilyen emlékfoszlányaim. Nagyon kicsi voltam, 3 vagy 4 éves voltam, amikor volt egy mandula műtétem, és egy nagyon kedves nénire, hölgyre emlékszem, de arca sincs már előttem, csak tudom, hogy ilyen nagyon kedves volt a hangja, és játszottunk. És akkor ráírtam, hogy szia, a mandula műtétemnél emlékszem egy nőre, aki nagyon kedves volt hozzám, ő ki volt és mit csinált anyukám? Csak az orvos, szerintem ő műtött pénzért. akkor már értető a kedvesség. De akár pénzért, akár nem, én emlékszem, mondom, a mai napig 20 pár év eltelt azóta, és azóta is bennem van ez az élmény, hogy mennyire kedves volt hozzám. Hát ezt mondom, hogy pénzzel nagyon könnyű barátokat szerezni. Engem nem érdekel, hogy azért vagy nem azért, de... Olyan aranyosan vette ki a manduládat. Várjál. Igen. Sajnos velem
Sajnos ez velem történt évekkel ezelőtt. A házunk melletti parkolóban a csúszós lépcsőről lezúgtam több ember szeme láttára. Azt hiszitek, valaki oda jött megnézni, hogy hogy vagyok. Távolabb egy kutyát sétáltató fiatalember tanúja volt a landulásomnak. Ő szaladt oda és segített talpra állni. Szerencsére kisebb kékfoltokkal megúsztam, mert a vastag kabátom felfogta az ütést. Erre mondják, hogy szerencsésen estem. Erről az jutott eszembe, szintén gyerek voltam, és az utcában lakott egy bácsi, nagyon részeg volt, és elesett. És nagyon ijesztő volt. Tehát amikor részegen egy bácsi fekszik az utcán, és akkor gyere, segítse! Én annyira féltem, nem is tudom, 6-7 éves lehettem. Amúgy is 6-7 évesen mit csinálok, és akkor tudom, hogy rohantam anyukámhoz, és akkor meg azért kaptam. Nem igaz, hogy nem bír segíteni, és mondom, én tehát ijesztő volt, és akkor eltelt legalább 5-10 perc, mire megtaláltam anyukámat vagy apukámat, akik tudtak végül neki segíteni. Igen. Még egy segítségkérés. Sziasztok! Az Ibl főiskola környékén kóborul egy Jack Russell kinézetű, nagyon vékony kis kutya. Fél az emberektől, az ételt sem fogadta el, ha valakinek hiányzik, ott megtalálja. Fehér, kedves, barna folttal. Tehát az Ibl főiskola környékén egy Jack Russell kutyus. Párosítsunk akkor ismét. Kutyus keresi a gazdáját. Reméljük, hogy ebben is tudunk segíteni. Köszönjük szépen a történeteket, és ha már a segítésnél tartunk, ugye nem sokára hívjuk a győri kollégákat, akik az egyik eltűnt kolléganőjüket keresik. Valószínűleg tudunk velük beszélni, most folyamatosan kint vannak az utcákon, járják az utcákat. Mi pedig innen szurkolunk, hogy van ígéretünk arra, hogy tudunk velük beszélni. Lehet, hát ha olyan szerencsénk, és már nem is lesz miről beszélni, mire hívjuk őket, mert megtalálják a kollégát, meglátjuk, hogy mit tudnak nekünk mondani. És adósak vagyunk még egy beszélgetéssel a német képregényekről. Hamarosan jövünk ezzel, és jó reggelt mindenkinek, itt van Shawn Mendes és a Mercy. 95 MHz, Debrecen Rádió. Debrecen Rádió. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéi. Jó reggelt és jó vekkert mindenkinek, 3 perc múlva 8 óra lesz ez itt a Debrecen Hello, Rádió. És a vekker ébresztő mindenkinek, közlekedjünk egy kicsit. A 33-ason Debrecen és a Nagyhegyesi körforgalom között láttak egy trafit, illetve Balmazújváros és Nagyhát között is. Óvatosan balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. És érezhető még a reggeli csúcs a Böszörményi úton, a Sámsoni úton, a Mikepércsi úton, a Szoboszlói úton és a Faraktár utcán is a hallgatóink szerint. Kell még egy kis türelem azoknak, akik a városban autóznak. Aki 8-ra jár dolgozni, az húzzon bele, mert már csak 3 perc. Vagy már most hátra. Inkább ne is húzzon bele, már most a késik, akkor már késre rendesen. Tulajdonképpen már most ez a filozófiát? Hát akkor már nem, hát akkor már olyan mindegy, ha erre szoktak mondani, hogy ha a dicséretre nem értünk haza, akkor a letolásra már ne siessünk. Jogos, egyébként jogos. Sok dolgunk lesz még. Van még egy adósságunk a német képregényekkel kapcsolatban. Tartanak már egy nagyon érdekesnek ígérkező előadást, aminek ez lesz a témája. Megbeszéljük, hogy miért fontosak nekünk a német képregények. Itt lesz velünk egy szakértő. Aztán tele vagyunk még olyan történetekkel, amiket a hallgatóink küldtek, amikor váratlan helyről kaptak idegenektől segítséget, illetve hívjuk a győri kollégákat is. Ugye ez az eset is bejárta most az egész sajtót. Egy eltűnt győri rádióst keresnek ott. Összefogott az összes győri médium. Erről kapunk majd egy kis helyzetjelentést első kézből. Mi pedig innen szurkolunk neki. Most viszont hírek, jön Dobóniki, aztán Ed Sheeran és a Shape of You. Oh yeah, ez itt a Debrecen Rádió. Jó reggelt és jó vekkert mindenkinek. Hello, jó reggelt. A Vekker stúdiójában Pince és Marian. És Balog István Vilmos. És hál' Istennek itt vannak velünk a hallgatóink, és kapjuk a csodásabbnál csodásabb történeteket, amikor idegenek segítettek nekünk váratlanul. Jövünk ezekkel, aztán beszélnünk el a német képregényekről is, meghívjuk a győrieket is, szóval lesz dolgunk bőven. Most viszont hangerő föl, jön a per pillanat szerintem legnagyobb sláger, ami van a slágerlistákon. Ed Sheeran és a Shape of You. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. Ez király volt, mármint, hogy ez volt a te is lehetsz király. Reggel csak emlegetni kellett Rómeót és Júliát. Tessék, parancsolj még valamit. Mondjál már valamit a Lottó 5-ösről is, hát ha az is megérkezik, aztán így hirtelen. Gyűjtöm a gondolatokat, jó? És aztán majd elmondom, hogy mit játsz meg az én nevemben, de az én nevemben. Jaj, ez múltkor se jött be. Jó reggelt mindenkinek, ez a Debrecen Rádió. 3 perc múlva 4-9 lesz, a mai Vekker kellős közepén vagyunk. Szép idő, jó idő, napsütés. Ezt csak így mondod? 20-21 szép idő, jó fok. Idő és 20-21 fok van, ezt így kell mondani. Igen, de holnap pedig jönnek a felhők és az eső. Vészmadár. Én már lélekben arra készülök. A 33-ason Trafipax Balmazújváros felé köszönjük szépen mindenkinek, aki ezeket megírta. Na, tele vagyunk még mindig történetekkel. Folyamatosan jönnek megállás nélkül. Ugye arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egy érdekes hír járta be most a bulvár sajtót.
egy hölgy segített egy ismeretlen fiatal emberen, akit éppen meg akartak büntetni a parkolóőrök, és hát úgy tűnik, hogy happy end lett a vége, mert egymásra is találtak, legalábbis erre célozgatnak a bulvár hírekben, és elkezdtünk gondolkodni, hogy segítünk-e idegeneknek, kapunk-e segítséget idegenektől, hogyha bajba kerülünk az utcán, vagy bárhol, és úgy tűnik, hogy igen. Én nem nagyon bíztam benne. Nem nagyon bíztam benne, de hál' Istennek a hallgatók erre rácáfoltak, és egymás után küldik a történeteket, amikor idegenektől kaptak segítséget, vagy idegeneknek segítettek. Ámáró írja, én egyszer a szomszéd faluban elhagytam a pénztárcámat. Benne volt nagyon sok pénz. Majd megőrültem, dolgozni se tudtam volna menni. Erre, mikor mindent veszve hittem, csörgött a telefon, hogy menjek a pénztárcámért. Jó, hogy benne volt a számom egy papíron, meg jó, hogy ilyen emberek találták meg. Azon gondolkozom, hogy hogyha én elhagynám a pénztárcámat, nincs benne semmi, se telefonszám, semmi ismertetőjel. Sőt, ez egy nagyon jó ötlet, mert sokszor lehet, hogy tényleg csak ezért nem kapod vissza, mert nem tudják beazonosítani. Sőt, hát én megnézem a pénztárcát, ja, hát ez az enyém, hát ilyen 2000-es sem volt nekem is. Ja, meg ilyen 10000-es sem van nekem, hát ez az enyém. De ismerős, hát ez az enyém. És egyébként lehet, hogy sokkal többen visszaadnák amúgy, nem? Hát biztos, hogy segítenek, igen, igen. Én azt gondolom, hogy többen visszaadnák, mint akik nem. Legalábbis merem remélni. Emlékeztek még a régi személyigazolványra? Minden adat benne volt. Házasság, gyerekneve. Igen. A rendőr csak annyit mondott, nem veszem el Zolikától a csokira valót. Rendes volt, megköszöntem. Behajtani tilos helyre mentem be. De jó fej. A jó szívű rendőr. Rendőrök egyébként nagyon jó szívűek. Én még rossz fej rendőrrel nem találkoztam. Hát az utóbbi években csak jó tapasztalatom van. Nekem is, abszolút. Pont a múlt héten büntettek meg, de azon vettem észre magamat, hogy amikor elköszöntünk egymástól, úgy köszöntöm, hogy köszönöm szépen. Komolyan. Nekem nem tudom, miért csúszott ki a számon ez, de... Nekem van rendőr ismerősöm, és mondta, hogy van olyan, hogy hát... kell nekik büntetni, de akkor is a lehető legkisebb összeget rója ki. Nagyon bízom benne, hogy az állam is így lesz. Na, Erzsébettől egy üzenet. Most vasárnap történt, egy pasi kiejtett egy 20 000-est a zsebéből. Visszaadtam, és meg sem köszönte. Én annyit mondtam azért, hogy szívesen. Na, hát ez viszont, ez 10%-a a megtalált pénznek a megtalálóé. De most... Azt mind elmulathatta volna Erzsébet 2000 forintot. Hát ez milyen már, hogy annyit nem mond, ezt tényleg, hogy köszönöm. Na, lehet, hogy föl se fogta hirtelen, hogy mi történik. Csak hozzá van szokva, hogy az emberek 20 000-eseket nyomnak a kezébe az utcán. Amit minden nap előfordul, nem? Na hát köszönjük szépen a történeteket. Akinél van még ilyesmi, az nyugodtan elküldheti nekünk. 0620 95 95 3 95. Mit tudsz te a német képregényekről? Hát kérlek szépen, nem hogy a német képregényekről, hanem egyáltalán a képregényekről nem sokat. Nekem ez úgy valahogy kimaradt a tinédzser koromból, mint ahogy tudjuk sok minden. Lesz majd nagyon érdekes előadás itt Debrecenben a német képregényekről. Fognak beszélni, mert hogy egyre nagyobb a jelentőségük a világban. Itt van velünk a vonal végén Trippó Sándor, az Egyetem Germanisztikai Intézetének tanársegéde. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én is! Azt olvasom, hogy a német képregények alapján szeretné bemutatni a közelmúlt történelmi események képregényes feldolgozását. Ennyire izgalmasak a német képregények? Úgy gondolom, hogy igen, az utóbbi egy-két évben elég sok olyan képregény, tehát amit mi nem is biztos, hogy képregénynek neveznek, tehát nem újságformák, hanem teljes regény terjedelemű történetek jelentek meg, amelyre megpróbálják valamilyen módon feldolgozni a rendszerváltás előtti korszak eseményeit, például a berlini fal felépülését, vagy pedig a határon való átszökést, a kettéosztott családok történeteit, illetve nagyon sok olyan képregény jelent meg az elmúlt egy-két évben, ami a rendszerváltás, a berlini fal leomlását mutatja be. Ezekről szeretnék egy rövid áttekintést adni. Ez most egy divat lett ez a műfaj a németeknél? Beszélhetünk divatról is, de egyébként ez, hát nem mondhatnám, hogy világtendenciáról van szó, de egyre inkább jellemző, hogy ezt a műfajt, ezt a médiumot, a képregényt, amelyet korábban azért eléggé lenéztek, és ponyva irodalomnak olcsó szórakozási formának tekintettek, egyre inkább felfedezik. Tehát például rengeteg dokumentarista képregény van, rengeteg olyan új történet jelenik meg, akár angol vagy francia nyelvterületen is, amelyek adott történelmi eseményeket, vagy pedig mondjuk egy háborús régiónak a történetét dolgozzák fel, és így az újságírásnak is egy új terepét, új lehetőségét kínálják. Formájában mi változott? Formájában annyi, hogy könyvformátumban jelenik meg,
magyarul erre még nem honosodott meg igazából egy szó, mert nálunk eleve képregénynek nevezzük a kis füzetet, képregénynek nevezzük a napi újságokban megjelenő rövid 5-6 képkockából álló történetet is. Ezek ténylegesen több száz oldalas, bonyolult cselekménnyel rendelkező, különböző vizuális megoldásokkal dolgozó történetek, amelyek ilyen formán, tehát mint önálló könyv jelennek meg, tehát nem füzetként, nem gyűjthetően, lezárt történetként. Tehát ez talán esetleg egy újabb dolog. Mennyire fontos ezeknek a valóság tartalma? Tehát ez fikció, vagy inkább ismeretterjesztés? Is. Vannak olyan, most konkrétan, hogyha a bemutatásra kerülő német képregényekre gondolunk, akkor van köztük nagyon sok olyan alkotás, amelyet alapos kutatómunka előzött meg, ahol képi szinten és nagyon sok autentikus fotót, akár kiáltványt, akár valamilyen történelmi dokumentumot látunk viszont a képregény kockái között, és vannak olyan képregények is, amelyek teljesen fiktívek, tehát például van olyan képregény, ahol a történelmi események, illetve ennek a kulisszái, az úttörő jelvény, a Trabant és a berlini fal mindegy hátterül szolgálnak, de maga a cselekmény, maga az élettörténet, amit látunk, az teljesen kitalált. Nagyon érdekesnek hangzik, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Tényleg érdekes, nem? Igen, és azon gondolkoztam, hogy vajon egy fiktív képregényt vennék először a kezembe, vagy egy valóság alapú. De szerintem maradnék a fiktívnél. Vagy a kettő keverékét, mint ahogy itt is hallottuk, hogy ezek a jellemzőek, hogy valahogy úgy próbálják a kort bemutatni, hogy kitalálnak oda egy történetet, és ezen keresztül ismerhető meg a történelmet. Igen, nagyon érdekes volt. Érdekes, az ember nem is gondolná, hogy kedvet kap német képregények olvasásához hirtelenjében. No, nem sokára hívhatjuk a győri kollégákat, ugye az egész sajtót belejárta a hír, hogy Győrben eltűnt egy rádiós kolléganő, az egész város, az összes helyi rádió, tévé, mindenki összefogott, és éjszakákon át keresik őt, meg egész nap folyamatosan. Fölhívjuk ott az egyik mentőcsapat vezetőjét, hogyha lehet így fogalmazni, valakit, aki nagyon sokat tesz azért, hogy előkerüljön ez a kollégina. Reméljük, hogy tudunk vele beszélni pár perc múlva. Hál' Istennek, mennyire passzol a ma reggeli témánkhoz, hogy most is idegenek segítenek. Hát, vagy sajnos passzol a ma reggeli témánkhoz, inkább mondjuk talán így. Minden esetre hívjuk őt nem sokára. Hát a lehető legnagyobb erőkkel. Aztán pedig jövünk még a legjobb zenékkel, és most pedig itt van Mariah Carey és Busta Rhymes, és az I Know What You Want. Debrecen Rádió. Debrecen. Reggel. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Wecker. 2 perc múlva 8:30 lesz. Jó reggelt, jó Weckert. Hello, jó reggelt. Valaki kérdezi tőlünk, hogy sziasztok, mi volt a Hurrá nyaralunk játék mai kérdése, pont lemaradtam róla. Nem maradtál le róla, mert még csak most következik a kérdés. Hát ugye a tét minden nap egy Hungary Card turizmus kártya, ami valószínűleg a legpraktikusabb dolog nyaralás közben, éttermekben, szállodákban, fesztiválokon egy csomó helyen föl lehet használni. A mai kérdésünk pedig így hangzik. Hétfőn elutaztunk Hajdúdorogra, kedden Berettyóújfalura, akkor most utazunk Hajdúszoboszlóra. Hajdúszoboszló egyik nevezetessége a Fazekas ház. Itt található Fazekas István alkotó műhelye, ahol annak idején a mester híres kerámiáit készítette. Így hangzik a mai kérdésünk. Melyik az a kerámia, melyet Fazekas István mester a Hajdúszoboszlói műhelyében készített? A. Alföldi fekete kerámia. B. Hajdúsági zöld mázas kerámia. Tudom, a helyes válasz, csak sajnos mi nem játszhatunk, de a hallgatóinkat arra buzdítjuk, hogy küldjék el a helyes választ a 0620. Azért nekem írd meg SMS-ben. 95-95-395-re. Tehát 0620-95-95-395. Délután 4-ig lehet küldeni a helyes válaszokat, 4 után pedig gazdára talál a mai Hungary Card. Hajrá, játékra kártya. Fel. Most hírek Nikivel, aztán pedig Robbie Williams és a... Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Wecker, 1 perc múlva 3-4-9 lesz. Hello, jó reggelt mindenkinek. Marad a napsütéses idő, 20-21 fokot jósolnak már a meteorológusok, számottevő csapadék itt a környékünkön nem valószínű. Majd holnap jön az eső, akkor majd kapjuk az égi áldást rendesen, úgyhogy ma töltse tele magát mindenki napsütéssel és D-vitaminnal. De legalább nem esik vissza 10 fokkal a hőmérséklet, mint ahogy azt télen nagyjából megszokhattuk. Egyik nap még. Hát azért a napi hőingás az még most is nagy. Tehát azért van, ahol még reggel de azért nem ilyen plusz 1, plusz 2. Dehogy nem, hát most reggel még van, ahol azért ilyen simán ilyen plusz 2, plusz 3 fokokat mutatnak csak a hőmérők, aztán ez felugrik 20-22 fokra. Itt az orvos meteorológia írja is, hogy azért ez a
szívritmus zavarral élőket, meg az időseket nagyon megterhelheti. Tehát rájuk meg különösen figyeljünk, oda vigyázzunk is rájuk. Egy nagyobb lehűlés egyébként majd szombaton fog érkezni, akkor olyan 14 fokra ül majd vissza a hőmérséklet. Mi pedig még mindig adósak vagyunk egy-két üzenettel, amiket a hallgatóinktól kaptunk. Arról kezdtünk el beszélgetni ma reggel, hogy segítünk-e idegeneknek, segítettek-e már nekünk idegenek az utcán, vagy bárhol, ahol esetleg bajba kerültünk. És hál' Istennek nagyon sok történetet kaptunk, amire nem is számítottam, hogy ennyien. Tényleg bezúgtak az SMS-ek, hál' Istennek. Ilyesmivel szolgálni nekünk, bár vannak azért negatív dolgok is. Engem miután megloptak, rohantam egy forgalmas úton tele emberekkel, torkom szakadtából kiabálva, hogy valaki segítsen megfogni a tolvajokat, akik kicsivel előttem szaladtak. Sajnos mindenki inkább félreállt, mint sem segítsen. Emberség zéró, írja nekünk Tündé. Hát, vagy nem is az, hanem olyankor nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát olyan hát vad helyzetben vagy, hogy... Egy tolvajt én sem mennék megfogni. Amikor valaki, ott egy bűnöző fogják meg. Igen, tehát az a baj, olyankor az embereknek akaratlanul szerintem földbe gyökerezik a lábuk, és ez a tehetetlenség úrá. Igen, tehát nem biztos, hogy emberség kérdése, ez inkább én sem enném. Na várják, közben ebben a pillanatban írják a győri kollégák, hogy hívhatjuk őket, akkor csörgünk, jó? Most azt hiszem, ez a legfontosabb per pillanat. Hogy az eltűnt. Haló, jó reggelt, szia, itt a Debrecen Rádió, élőben vagy, vigyázz, hogy mit mondasz, jó reggelt. Jó reggelt! Itt van velünk Orosz Sanyi a Győr Plusz Rádiótól. Ugye beszéltünk róla mi is, ma reggel is, meg tegnap is. Eltűnt egy kolléganőtök, napok óta nem lehet róla tudni senkit, és nagyon nagy összefogás van most ott Győrben, hogyha jól olvassuk a híreket. Teljesen jól olvassátok a híreket, nagyon nagy az összefogás, és azt azért fontos megemlítenem, hogy civil összefogásról beszélünk, bár természetesen a hivatalos szervek is keresik, mint például a rendőrség, de a civil összefogás az, ami tényleg óriási. És mindez azért van, mert a kolléganőnket, Falcsán Juditot nagyon-nagyon sokan szeretik, mert ez egy pont egy olyan helyzet, hogy az élet visszaadja azt, amit tőle kaptunk. Tehát azt a törődést, azt a szeretetet, amit tőle kaptunk, az ilyenkor visszaköszön, és tényleg ő az a kolléganő, aki gyakorlatilag a hajléktalanokat szinte a saját konyhájában vendégül látta, megetette, és tényleg mindenkinek segített, úgyhogy nagyon sokan próbálják ezt most visszanozni. Mit lehet tudni, mi történt? Hát annyit lehet tudni, hogy vasárnap az esti órákban eltűnt az otthonából. Arra utaló jeleket talált a család, ami miatt tehát azonnal el kellett kezdeni aggódni, hiszen voltak, akik azt mondják, de hát hogyha egy felnőtt ember elmegy otthonról, az még nem aggasztó, hiszen hát felnőtt, meg kell várni azt a sokszor emlegetett 72 órát. Hát vannak olyan jelek, amiben én most nem adhatok felvilágosítást, de vannak olyan jelek, amelyek aggasztóak, és ezért azonnal elkezdődött az ő keresése. És vannak nyomok, amik útján elindulhattatok? Ami a segítségetekre van? Hogy olyan nyomok nincsenek, amelyek igazán erős nyomok lennének. Tehát látták többfelé, de ezekről azért bebizonyosodott, hogy nem biztos, hogy valós ez az információ. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy biztos nyomok lennének. Látom a neten, hogy az éjszakákat is rászántátok, tehát gyakorlatilag 48 órája, vagy ki tudja mennyi ideje talpon vagytok, és őt keresitek? Ez azért túlzás, tehát hogy tegnap is ilyen fél kettő környékén éjjel abba hagytuk a keresést, tehát amikor már átnéztük a városban az összes parkot, a város széli erdőket, ugye Győr azért a vizek, a folyók városa, nagyon sok vízpart van, ahol arra számítunk, hogy felbukkanhat. Hogyha dolgoznak benne az ösztönök, akkor ugye éjszaka, amikor hűvösebb az idő, sokkal hűvösebb, akkor hogyha ő életben akar maradni, akkor mozognia kell. És hogyha esetleg az elme állapota meg is borult, akkor is az ösztönei hátha dolgoznak, úgyhogy erre számítunk. Nappal is keresik, amikor sokkal jobbak a látási viszonyok, de este is lámpákkal tényleg nagyon sokan jártuk a környéket. És ki tud ebben nektek tanácsot adni, hogy kell egy várost átfésülni egy ember után, vagy csak a saját fejetek után felosztottátok a várost és elindultatok? Azt kell mondjam, hogy a keresés amellett, hogy azért aggódunk nagyon a Judit iránt, azért nem egy rossz hangulatú, úgyhogy engedjétek meg, hogy erre félig meddig biztosan válaszoljak, tehát anyateljel szívtuk ezt a vírusot, hogy kell egy várost átmutatni. Tehát, hogy
A polgárőrök nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, de nem csak ők, tehát például egy tűzoltó ezredes tegnap hívott telefonon, hogy Sanyikám, hova menjek? Nem mint tűzoltó ezredes, hanem mint egyszerű Csepi László. Tehát, hogy mint magánember. Egy autószalon azonnal felajánlotta, hogy gyerekek, kell autó, szóltok, kaptok. Nem volt erre szükség, mert tényleg annyian vagyunk, és a katasztrófavédők is jönnek terepjárókkal, még ugye azért némi rutinnal, de hát nagyon egyszerű az, hogy kell átfésülni egy várost. Minden bokor alá be kell nézni, ahol lehet, minden padot meg kell nézni, ami ül valaki. Judit, a hajléktalanokat segítő szolgálat egyik vezetője, és nagyon-nagyon hosszú időn át foglalkozott hajléktalanokkal, mint újságíró, és mint Harcsás Judit, tehát, hogy a hajléktalanokhoz is oda mentünk, beszéltünk velük, ők is most már tudják, hogy keressük. Az is nagy segítség, hogy ilyen helyeken ő felbukkalhat, ahol a hajléktalanok vannak. Nagyon jól tudja, hogy hol kell magát meghúzni, hogyha esetleg azzal a szándékkal ment el otthonról, hogy elbújik a világ elől. Úgyhogy ezeken a helyeken, ahol a hajléktalanok felbukkalhatnak, ahol valaki elhagyatottan ott lehet, ezeket a területeket térképezzük fel, amennyire van erre lehetőség. Sanyi, innen Debrecenben sok mindent nem tudunk tenni, azon kívül, hogy drukkolunk. Hát adja a jóink, hogy előkerüljön, és azt gondolom, hogy rengeteg támogatásra számíthat, hogyha és előkerül. Példaértékű nagyon az az összefogás, amit ott összehoztatok ebben az ügyben, bár ne lenne rá szükség. Sanyi, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Köszönjük szépen. És sok sikert kívánunk. Köszönöm az érdeklődéseteket, és hát amíg van egyetlen egy fűszál is, abban mi kapaszkodunk, és várjuk vissza Juditot. Köszönjük szépen. Drukkolunk mi is innen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, köszi, hello. Hát, egyrésztről példaértékű ez az összefogás, másrésztről viszont szomorú. Soha ne legyen ilyenre szükség. Természetesen figyeljük az eseményeket mi is. És de igaza van, amíg az fejlemény. Egy fűszál ott van, addig abba kapaszkodni hát, kell. Hogyne. Drukkolunk nagyon, hogy megoldódjon ez a probléma. Reméljük, hogy holnap jó hírekkel fogunk szolgálni mindenkinek. Na, ne jöjjünk vissza az SMS-ekkel, mert most nagyon nem illene ide. Igen. Úgyhogy inkább jön a Fornan Blandis dala. Információja van. Hívjunk minket. A Debrecen Rádió telefonszáma 95 95 95. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Wecker. 4 perc múlva 9 óra lesz. Hát lassanként Marcsitól el kell köszönnünk mára. Előtte megengedsz egy trafi üzenetet? Gyerünk. Amit nem régen kaptunk. Balmazújváros és Nagyhegyes között a Gyümölcsösnél kicsit fázós, csinos föld. Kíváncsi a sebességedre. Sanyi. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Sanyi. Illetve még egy történet arról, amikor idegenek segítettek. A lányom vonaton utazott haza, egy csomagot a legfontosabb dologgal fent hagyott a csomagtartón. Véget vetett volna a karrierjének, ugyanis vissza is élhettek volna vele. Sírtunk. De még jobban, amikor több telefonálás után Nyíregyházan a kalauz leadta a csomag megőrzőbe. Még jobban sírtam örömömben. Uh-huh. Arra gondoltam, hogy én is sokszor segítettem másokon, most visszakaptam belőle egy kicsit. Köszönjük de szépen. Jó. Szép zárása ez a mai hát napnak. Hát igen, ma azért kiderült, hogy az összefogásnak és a segítőkészségnek milyen nagy ereje van, úgyhogy én tényleg szívből remélem, és hogy divat még segíteni egymáson, hál' Istennek. Igen, úgyhogy szívből remélem, hogy a rádiós kollega is elő fog kerülni. Nincs ma naphallgatója, hanem mindenkinek jár a taps, aki valaha is segített igen, már egy idegen. Igen, jó, igen, úgyhogy igen. Küldjük teljes mindenkinek. Teljes mértékben egyetértek. Hát köszönjük szépen ezt a rengeteg szívhez szóló üzenetet. Igen, volt miről beszélni ma reggel. Lidogőrös volt ez a ma reggel. Legalábbis nekem abszolút. És nem csak azért, mert bekapcsoltam a légkondit. Igen. Marcsi, holnap reggel 6-ig ne is halljak rólad, majd nem akkor fogsz. Találkozunk, jó? Nem fogsz. Akkor gyere majd vissza legközelebb. Szép napot mindenkinek, holnap találkozunk. Én még maradok egy kicsit, jönnek a friss hírek, aztán pedig DJ Snake és Justin Bieber és a Let Me Love You.